Az eheti esélyesükben igazi gólvágók játsszák majd a főszerepet, hiszen lesz szó Mohamed Salahról, Serhou Guirassyról, vagy éppen Ciro Immobiléről is. Már is kezdünk. Remélem az előző mondat végén azért mindenki érezte az idézőjeleket. Itt van velük viszont újra Pete is, aki, hát mondanám, hogy kipihente, én akkor még azt mondtam, hogy a múlt héten az Arsenal Luton meccsnek a fáradalma, de aztán hétvégén több szempontból is fáradtságos volt mindannyiunk számára az Aston Villa és az Arsenal mérkőzése. Mindjárt beszélünk a Villáról is, de ha már itt tartunk, akkor gyorsan nézzük meg, hogy mi minden vár ránk ezen a hétvégén majd a Premier League-ben, hiszen ugye jön egy fantasztikus rangadó, a Liverpool és a Manchester United mérkőzése játssza majd nálunk is a főszerepet, de ugye az Arsenal is játszik egyébként egy rangadónak nevezhető mérkőzést a Brightonnal, és ott van az Aston Villa, amelyre hát jóval egyszerű feladat vár, mint az utóbbi fordulóban bármikor, hiszen nem szakadt meg a hazai szenzációs sorozatuk a Manchester City és az Arsenal elleni mérkőzésen sem. Egészen elképesztő, amit produkál ez a csapat, és hát nekik olyan a történelmük, hogy amikor ilyen szezonrajtot tudtak összehozni, akkor azért általában meg sem álltak egészen a bajnoki címig. Ezt nyilván nehezen tudjuk most elképzelni ebben a formában, de a legkevesebb, amit elmondhatunk a Villa játékáról, hogy baromi meggyőző ebben a szezonban. Nagyon. Egyébként, és ez váratlan, ugyanakkor meg szerintem van egy Achilles sarka egyébként az Aston Villának. Még idegenben is kell játszani. Még idegenben is kell játszani, de szerintem ez azok a típusú csapatok, mint amilyen a Liverpool vagy a Newcastle, az kifejezetten nem fekszik a Villának. Ez látszik azért az eredményekben is. Hát igen, az Arsenal meg a City másképpen focizott, és be is nyelték itt a gólokat. Nem tudom, Pete, mennyire pihentek ki ezeket a dolgokat, de szerintem a Villával komolyan kell számolni a BL indulásokat tekintve. Nem annyira értek egyet, mert szerintem a City meg az Arsenali meccs az teljesen különböző volt a játéképét tekintve. A Manchester City-t azt szerintem abszolút lefociszták, de hát az inkább annak is volt köszönhető, hogy a Manchester City gyakorlatilag nulla valódi középpályással játszott. Az Arsenalnak azért ezzel nem volt gondja, és hát az Aston Villának nem is nagyon voltak helyzetei, lőttek egy nagyon csodálatos gólt, az Arsenal pedig számos helyzetet puskázott el. Ott igazából Artetáik elképesztően balszerencsések voltak, akár a bírói ítéletekkel kapcsolatban, és azért az Aston Villa nagyon jó csapat, de azért ez nem az a fajta tündérmese, amikor a szegény legény a gazdagokat skalpolja folyamatosan, mert erre a csapatra azért költöttek pénzt az elmúlt években, és hát ha csak a fizetési keretet nézem, akkor az Aston Villa a hatodik az egész Premier League-ben, és hát így igazából az is tűnik egyelőre egy ilyen reális helyezésnek számukra, az XG differenciájuk szintén a hatodik, de hazai pályán valóban nagyon meggyőzőek, nagyon jó az a játék, amit Emery játszott velük, azért a Brentford idegenben egy egészen más mérkőzésképp várható. Szerintem. Tehát akkor azt akarod mondani, hogy a Villa sikerének titka a cash? Igen, és nem a Meti. Az egészen biztos. Na, de akkor tényleg forduljunk rá a hétvége legfontosabb mérkőzésére. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban senkiben sem merülhet fel kétség egész Európában. Ennél nagyon rangosabb meccset nem tudnak rendezni. Egyébként is nehéz lenne, a Liverpool és a Manchester United a Premier League lehető legklasszikusabb derbyén mérkőzik meg egymással, hogy milyen körülmények között az, hát igen, szóval ahogyan most a Manchester United áll, mindjárt beszélünk erről is. Izgalmasabb talán egy fokkal viszont az, hogy ugye az első helyről várja pontosan a Villa győzelmének is köszönhetően a Liverpool ezt a mérkőzést, és furcsa volt a szezon kezdete a Liverpoolnak, de mégiscsak ott találják magukat a táblázat élén akkor, amikor nyakunkon a karácsony. Érdemes ebből olyan következtetéseket levonni, hogy ennek a csapatnak valódi esélye van a bajnoki címre? Szerintem érdemes ezen elgondolkozni, ugyanakkor én ezt nem merném ki vagy jelenteni, hogy a Liverpool bajnok esélyes, és persze jól sikerült a szezon eleje, úgyhogy a játék nem mindig volt a lehető legjobb, de ott mégiscsak bezsákoltak nagyon-nagyon fontos pontokat. Én még azért nem merem azt mondani, hogy a Liverpool biztosan bajnok esélyes, de a BL az egyre valószínűbb, hogy nekik is meg lesz. Ugye ilyen érdekes játék a futball, hogy a Liverpool most sorba nyeri a mérkőzéseket, ugye megverték az utolsó pillanatokban a Fulhamet, legyőzték a Sheffield Unitedet, most szintén az utolsó pillanatokban megfordították a meccset a Crystal Palace ellen is, és annak ellenére, hogy zsinórba hozzák a mérkőzéseket, nekem mérkőzésről mérkőzésre egyre kevésbé meggyőző a Liverpoolnak a játéka. Egyrészt, hogy átmenetekből mennyire könnyen alakítanak ki ellenük helyzetet, és itt nem csak a Fulham, amelyik három gólt lő, de akár a tök utolsó Sheffield United, vagy a Crystal Palace is ide tudnám sorolni, és persze
ott van a kapuban egy világklasszis Alisson, aki a Palace-en is parádésan védett, már a lövések minőségéhez képest 4 góltól megmentette a csapatot. A Liverpoolnak a várható kapott gólszáma is 19,4 jelenleg, ami nem rossz, mert a harmadik legjobb, csak hát sokkal-sokkal magasabb ez a száma a Manchester Cityhez vagy az Arsenalhoz képest, és a támadómutatóik jól néznek ki, hát csak az utóbbi 3 mérkőzésen azért nem a legjobb védelemmel rendelkező csapatok ellen akcióból neki is nagyon nehezen ment a helyzet kialakítás, szóval én egyre bizonytalanabb vagyok a Liverpoolnak a bajnoki esélyt illetően, annak ellen, hogy éppen az első helyen állnak. Erről a Palace elleni meccsről is érdemes beszélni, de egyáltalán egyébként az utóbbi hetekben azért gyakran látjuk azt, hogy kapaszkodnia kell a Liverpoolnak a meccsek végén, és említetted ugye Alisson visszatérését, hát ez is kifejezetten fontos volt a Pool számára, nem mint hogy egyébként Kelleher olyan nagyon nagy panasz lehetne. Nem, Kelleher egy jó kapus, tehát második számú kapusnak a Liverpoolnál szerintem abszolút egy teljesen jó választás, és hát mondom, az az extra, amit Alisson a Palace ellen hozzárakott, az totálisan kellett a győzelemhez, mert Jordan Ayew-nak is a rendkívül ostoba kiállítása, de a Liverpool ezeken a kötelezőnek tűrő meccseken a 3 pontot begyűjtötte, ennek a játékuk egyáltalán nem volt meggyőző. És akkor ez jelenti azt, hogy kell esetleg egy kicsit jobban belenyúlni ennek a csapatnak a keretébe, mert azért egyébként is adják magukat, ugye égető problémák, akár Matip esetében, és mondjuk a középpálya sem biztos, hogy sikerült úgy kifésülni itt a nyári átigazolásokkal, ahogyan azt feltétlenül szerették volna a Liverpoolnál, még akkor is, hogy egyébként egészen jól működik. Általában télen a csapatoknak a döntő többsége az toldozgat, foltozgat, tehát inkább lyukakat tömbe, vagy ilyen extra fontos hiányosságokat próbál mondjuk valamilyen szinten elfedni. De nem arról van szó, hogy olyan megoldásokat nyújt, ami mondjuk hosszú szezonokra megoldja a középpályás gondokat. Szerintem most is sokkal fontosabb az, hogy a Matip sérülés miatt legalább létszámra meglegyenek a belsővédők tekintetében. Én középpályán most nem látok olyan piaci lehetőséget, amire érdemes lenne lecsapni, és a szint emelkedés jelenten a Liverpoolnak a középpályáján. Igen, a Liverpool már nyáron igazolt egy olyan középpályást, akit a csapatok januárban szoktak leigazolni, mert nincs olyan kiemelkedő minőség a piacon, hogy a Vataro Endo is nem is számít egy első számú választásnak. McAllister meg ilyen bot csinált a hatos, tehát így megoldja, de szerintem nem véletlen, hogy átmenetekből a Liverpool egészen sok helyzetet kap. Ugye igazából a bal hátvéd posztja is elég nagy kérdés volt, már szerintem nyáron is, főleg ebben az új rendszerben. Szóval vannak alapvetően is lyukak a Liverpool rendszerében, még hogyha a minőségen azért rengeteget tudott dobni, hogy 8-as posztra érkezett Szoboszlai, érkezett Gravenberg, ott van McAllister, hogyha éppen Endo játszik 6-ost, azért játszik az eredményeken, hogy előre lépett a Liverpool, de azért még mindig vannak elég erős lyukak a keretben. Mohamed Salah teljesítményére viszont továbbra sem lehet panasz, megszerezte a 150. Premier League találatát, és most már összességében minden egyes különböző küzdelem sorozatot egybevéve a 200. Liverpool gólja is megvan az egyiptomi játékosnak, akinek kapcsolatban ugye meg elég erősek voltak a hírek a nyáron, hogy hát ő is lehet, hogy menne, hogyha éppenséggel sikerül megegyeznie. De ez nem inkább ilyen szaudi vágyálom volt, és szerezni. Pontosan ezt akartam mondani, hogy az egyértelmű, hogy arra felé eléggé elől van a kívánság listán, de hogy mostanában nem igazán halljuk ezeket a híreket. Igazából Mohamed Salahnak az arab világban a brandje, azt hiszem még az európai brandnél is sokkal magasabban van. Tehát ilyen szempontból tökre értem, hogy miért szeretnék megszerezni őt. Ugyanakkor meg én a Liverpoolnál nem azt tapasztaltam, főleg, hogy Klopp is beszélt róla, meg ahogy Szoboszlai is beszélt róla, meg ahogy a csapatból lehetett hangot hallani, hogy ő mindenképpen menni szeretne egyébként ettől a Liverpooltól. A Salah kérdés szerintem azért nagyon fontos, hogy ha érkezik még egy nagyon komoly ajánlat Szaúd-Arábiából, akkor a Liverpool erre mit lép? Januárban nyilván jelenlegi helyzetben semmi esély arra, hogy eladják, de mi van jövő nyáron, hogyha mondjuk visszajönnek a szaudiak, és mondjuk Salah is azt mondja, hogy oké, én hiperkompetitív vagyok, de mondjuk a Liverpool-al megnyertem a bajnokságot, meg mondjuk az Európa Ligát, és akkor lépjünk tovább. És a Liverpoolnak el kell adnia mondjuk egy kiemelkedő ajánlatnál egy 30 fölötti játékost, akiért egy váratlanul nagy pénzt kaphatsz. Ezért Salahnál az a nagy kérdés szerintem, hogy jelenleg a teljesítmény alakulása az annak köszönhető-e, hogy más egy picit a szerepkör a Liverpoolban, mert évről évre most már kevesebb lövést vállal, viszont előkészítésekben egyre kiemelkedőbb, és a lövései minősége is nő. És a csatároknál ez sokszor megtörténik, hogy kevesebbet lövök, de mivel sokkal tapasztaltabb vagyok, ezért a lövéseim jobb minőségben, jobb helyről érkezhetnek, és a kreativitás továbbra is megvan benne. Vagy ez, vagy az van, hogy Salah azért öregszik, már nem tud olyan sűrűn helyzetbe kerülni, nem tud átcselezni magán, nem tudja átcselezni magát egy teljes védelmen, és elkezd lefelé menni. De hol zuhan be teljesen? És ezt kell szerintem most mérlegelni Liverpoolnak, hogy akkor még tartjuk Salahot, vagy eladjuk, és szerintem nyáron el kell adniuk, hogyha jön egy ilyen ajánlat.
A Manchester United-nél pedig teljes öröm, boldogság mindenki részéről, hiszen a csapatnál van a november hónap legjobb menedzsere, legjobb játékosa, a hónap legszebb gólját is United játékos szerezte, ugye Garnachónak köszönhetően, tehát tényleg minden stimmel és csodálatos formában vághatnak neki ennek a mérkőzésnek, majdnem. Jött ugye egy nagyon kellemetlen vereség. Az utóbbi, tehát Garnacho gólya tényleg a legszebb volt. A másik kettővel nem értek egyet. Ugye Harry Maguire és Erik ten Hagról van szó természetesen, ugye, mint a hónap menedzsere és a hónap játékosa novemberben. Jött ez a Bournemouth elleni vereség, az se esett olyan nagyon jól a számukra, meg hát aztán ugye a Bajnokok Ligájában sem sikerült tovább jutni, sőt, még ugye az Európa Ligába való átpottyanás sem jött össze a United számára, ami azt gondolom, hogy a klub történetét ismerve, nem tudom, brandjét, vagy erről hogy kellene beszélni jelen pillanatban végképp, hát olyan dolog, amit nem nagyon engedhet. De bármilyen, hogy Erik ten Hag azt mondta, hogy a játékban most is domináltak, hogy most is elégedett volt a játékkal. Én nem tudom, hogy akkor milyen szintet néz, de igazából az ő megnyilvánulásai szerintem árulkodók lehetnének, hogyha konzekvensek lennének, de össze-vissza beszél igazából Erik ten Hag. Úgyhogy emiatt nem is nagyon tudom, hogy mi az elvárása neki a csapat felé, hogy tényleg elégedette egy adott játékossal, emlékszünk a De Gea sztorira, De Gea folyamatosan az egyik legjobb kapus volt, aztán nem hosszabbítottak a szerződést. Nem tudom, hogy mik az őszinte gondolatok mondjuk, amik honnan jönnek. Ja, hogyha ránézek a Manchester United eredmény sorára, meg a szurkoló kedély állapotának változására, akkor picit a Forrest Gump című film jut eszembe, és ugye a bombonos doboz, amiből bármit kihúzhatsz, bármilyen néző lehet, csak hát azért az utóbbi időben, most már legtöbbször inkább a Harry Potter merülhet föl, ahol a hányás ízű drazsai elég sokszor elő tud kerülni abból a bizonyos kis cukorkás dobozból. Igen, a Manchester United hiába nyert mérkőzéseket, és lett Ten Hag a hónap edzője, a játékok az továbbra is botrányos volt, tehát minden egyes alapozó mutatóban továbbra is ott vannak az alsóházban. Tehát nincsenek benne a top 10-ben, se védekezésben, se támadásban, gyakorlatilag semmiben sem. Igazából néha kijönnek eredmények, és hát ugye pont a nemrég megtartott közönség találkozónkon is érkezett egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy akkor most Ten Hagot ki kell rúgni, vagy sem, és arra én azt mondtam, hogy ki lehet rúgni Ten Hagot, de az nem megoldás az egészet figyelembe véve, ettől függetlenül meg nem lehet azt mondani, hogy Ten Hag jó munkát végezne. És nekem az a fajta kapkodás, folyamatos változtatás, játék stílusban, játék elemekben, az nekem nagyon emlékeztet arra az időszakra, amikor Unai Emery a végét járta az Arsenalnál. Csak hát itt most egy ilyen kis limbó van, tehát még nem érkezett meg az új résztulajdonos, aki a sportszakmai részét átveszi, addig igazából semmilyen döntés nem várható. Jó, azért, hogyha... Bocsánat, csak ez az izgalmas kérdés, igen, tehát tényleg a végső napjait látjuk Erik ten Hagnak a United kispadján? Hát szerintem akkora arcvesztést tud egyébként ezen az örök rangadon elveszíteni Manchester United, ha belefut egy nagy pofonba, tehát nem 1-0-ra, 2-0-ra kap ki, hanem tényleg egy nagyon nagy pofonba leszalad, nem biztos, hogy ezt túl tudja élni Erik ten Hag, ugyanakkor meg egyetértek azzal, hogy azzal nem oldódik meg a történet, hogyha ő esetleg el lesz küldve, mert én most nem feltétlenül látok olyan edzőt a piacon, aki mondjuk szívesen vállalná United-nek a kispadját, és a játékos keretet hozzá tudod applikálni tökéletes módon, hanem valószínűleg azt kéne csinálni egyébként, hogy hozni egy új sportigazgatót, aki hoz egy edzőt, és a játékos keretet hát lefelezni, a felét elküldeni, néhány játékos megtartani, és nagyon sok új játékos. Ez a baromi néz, hogyha azt mondtuk, hogy a téli játékigazolási időszakban nehéz használható futbolistákat szerződtetni, akkor olyan edzőt most meg végképp, akivel tényleg kutyafuttában egy hirtelen egyben elindul felfelé a csapat. Ugye meg lehet előlegezni egy bizalmat szerintem egy edzőnek, hogyha látod a vízióját, hogy mifelé szeretne elindulni, de mondjuk a játékos keretben még nincs meg az ehhez megfelelő minőség. Azért erre láttunk példát itt a közelmúltban, akár Jürgen Kloppnál, amikor megérkezett a Liverpoolhoz, Mikel Artetánál elég sokáig, amikor ő az Arsenalnál mondjuk az első másfél évét eltöltötte. Erik ten Haggal igazából az a baj, hogy most már tényleg folyamatosan annyit változtat azon, hogy hogyan szeretne játszani a csapatával, akár mérkőzésről mérkőzésre, mind a labdás, mind a labda nélküli stratégiát figyelembe véve, miközben a játékosok az ő tanácsára, javaslatára érkeztek teljesen egyértelműen az elmúlt időszakban, hogy nem tudod pontosan, hogy miben akarsz bízni. Uh-huh. Most akkor Ten Hag végig egy ilyen alkalmazkodó edző marad, akkor meg miért, akkor milyen játékosokat fogsz hozni neki, vagy ha valaki van egy világos elképzelése, akkor miért nem próbálja azt megvalósítani? Szerintem hát, ez most a baj. Ez a legviccesebb, mert most már ilyen nyilatkozata is volt Ten Hagnak, hogy hát őt nem azért hozták, hogy megvalósítson egy bizonyos filozófiát.
Holott mindenki azt gondolt, hogy elsősorban az Ajaxnál végzett munka, és... Amikor az Ajaxnál dolgozott, akkor készült vele egy ilyen ominózus interjú, amit nagyon sokan idézgettek, ahol elmagyarázta a csapat játékát, filozófiától. Ott is elmondta egyébként ezt, hogy ő alapvetően egy alkalmazkodó edző. Tehát érdemes megnézni a korábbi csapatainak a játékát, az Utrechtnél, és ők nem úgy játszottak, mint az Ajax, mert nem olyan játékosai voltak, mint az Ajaxnál. És a Unitednél viszont itt már fordulóra megy épp az alkalmazkodás, hogy éppen ki van a pályán, és szerintem ez az, amiben már nagyon nehéz bízni. Na és az is alkalmazkodnia kell majd a Unitednek ezen a mérkőzésen, hogy Bruno Fernandes nem léphet pályára, mert begyűjtött az 5. sárgáját. Ugye abból a szempontból izgalmas a történet, hogy az első 3 sárgát ugye nagyon hamar a szezon elején beszedte, ahhoz képest a következő 2 már viszonylag óvatosan jött össze, de azért mondhatjuk, hogy a lehető legrosszabbkor. Én egyébként Bruno Fernandesnak a játszatását sem feltétlenül, nem az, nyilván a pályán van a helye, csak az ő szerepkörét sem értem, és most nem akarom átvenni a kérdést, de Pete, lehet, hogy te meg tudod válaszolni, hogy miért van az, hogy McTominay az, aki magasan van, mikor labdás fázis van a Manchesternél, és sokszor meg Fernandes van magasabb, mikor labda nélkül kell letámad. Mert McTominay oda tud érni a kapu elé, viszont a labdakihozottalnál használhatatlan, viszont emiatt Bruno Fernandes, aki pedig a kapu előtt szintén a legkreatívabb játékos, ott távol játszik kaputól, és ezek azok a kompromisszumok, amiket már Ten Hagnak folyamatosan meg kell kötni, és összességében ezekből már semmi jó nem sül ki. André Onana meg ugye nyilván az ellenfél kapujától is távol játszik, de sokszor a sajátjától is. Sokat találják meg a United szurkolók ebben a szezonban, és bizonyos szempontból joggal, mert ugyan valóban hoz extrát a csapat játékába, meg nyilván eléggé határozott konkrét elképzelés miatt érkezett ő a klubhoz, de hát olyan hibái voltak azért már ebben a szezonban, amelyek nem igazán hozzák vissza az elhasztegetett. Igazából pontokat. Voltak olyan meccsek, amik egyértelműen rajta mentek el. BL-ben is volt ilyen találkozója a Manchester Unitednak, ugyanakkor meg volt egy csomó olyan meccs, amikor ő hozta le igazából a Unitedet. Szerintem egyre nem hozza azt a teljesítményt, amit várni lehetett tőle, de akkor még egy kritika, hogy csak bele tudja rúgni McTominaybe, hogy például a Bayern München lett több sikeres csere volt Onanának, mint Scott McTominaynek. Érted? Tehát, hogy... De Scott McTominaytól nem is hozta le, hogy végig cselezgesse. Nyilván nem, csak hogy mégis azért valamit jelez ez, hogy onnan nem egy kutyaütő játékos lábbal, és szerintem vannak ilyen idegesítő mozgásai, például amikor ugye általában a keresztbe szokott nyúlni, mikor a sarok felé jönnek a labdát, tehát mondjuk ebben a sarokban a labda nem így nyúl, hanem mindig keresztbe nyúl föl egyébként, vagy ebben az irányban nyúl keresztbe. Ez nem feltétlen, mert ez kapus stílustól függ, meg kapus iskolától függ, hogy hol tanítják, de hogy ez például vannak ilyen idegesítő dolgok, amiket a nem szakmai szem zavarónak tart szerintem. Hát meg, hogy nagyon sokszor ott marad lövéseknél. Igen. A gólvonalon, ami megint az ő stílusának a része, de a Premier League-ben meg a számai alapján egy nettó plusztos kapus. Tehát ott meg számos olyan mérkőzés volt, amit mondjuk miatta tudott hozni a United. Azt is említette ugye már Pete, hogy volt egy közönség találkozunk az elmúlt hétvégén. Erről is láthattok majd videót a csatornán, és ha figyelitek majd ezt a mérkőzést, utána várunk titeket a Sipsó utánnal is élőben. A találkozó lefújását követően nem sokkal, természetesen ezt is itt majd az Unibet Magyarország YouTube csatornáján követhetitek, mint ahogy azt jól megszokhattatok már a korábbiakban. Pete ott lesz egészen biztosan, sőt Koppányi Geri is, hogyha jól tudom, úgyhogy már csak miattuk is érdemes lesz figyelni majd a videóinkat a továbbiakban is. Mi viszont megyünk tovább Olaszországba, ahol szintén rendeznek egy olyan rangadót, ahol hát a múltjához kevésbé méltó módon teljesítő csapat találkozik az Éllovassal a szériában, hiszen a Láció majd az Interrel mérkőzik meg. Ez lesz a kiemelt mérkőzésünk ebből a fordulóból, viszont érdemes beszélni a Bologna-Róma elleni mérkőzéséről, meg egyáltalán a Bologna teljesítményéről is ebben a szezonban, hiszen mi is itt a különböző műsorainkban már sokat dicsértük Thiago Montát és az ő munkáját. Ott vannak közvetlenül ugye a Róma mögött csak rosszabb gólkülönbségnek köszönhetően az 5. helyen a bajnokságban, tehát tulajdonképpen elérhető közelségben jelen állás szerint a Bologna számára a BL indulás. Ez is egy izgalmas dolog, hogy a Róma is mit keres ebben a pozícióban, de kifejezetten ebből a szempontból lehet nagyon izgalmas majd ennek a két csapatnak a mostani mérkőzése. Mi a titkának a Bolognának? Mit keresnek ők itt? Tehát, hogy ez nem egy ilyen abszolút túl teljesítés, hogy a Bologna az 5. helyen van, hanem a Bologna jelenleg az 5. legjobb csapat. Hogyha megnézzük a védekezésüket, vagy a támadási mutatók, a táblázaton igen. Egyébként nem vagyok benne biztos, ugyanakkor meg játékos keretet nézve sokkal erősebb a Rómának a kerete. De hogy mégiscsak az látszik, hogy Thiago Motta nagyon szépen összerakta ezt a csapatot, már tavaly is igazából, mikor átvette őket. És én azt gondolom, hogy az, hogy az 5. a Bologna, ez egyáltalán nem meglepetés. Nem, és teljesen reális cél lehet ebben a szezonban, hogy valamelyik európai kupában elinduljanak, ott állnak a rendszer. Nagyon jól néz ki, még mindig
nagyon kevés helyzetet dolgoznak ki egy olyan csapathoz képest, amelyik mondjuk ott van az élmezőnynek a közelében. Most az élmezőnyben gyakorlatilag nekik van a legkevesebb szerződőjük. Így van, nagyon kevés egyáltalán a kapura lövési kísérletük is mérkőzésenként, viszont a védekezésük az nagyon jó, nagyon alacsony minőségű helyzeteket engednek az ellenfeleknek, és ezt köszönhető annak is, hogy ők labdával rengeteget védekeznek. Tehát a legtöbb labdaérintés a saját védő harmadában, a Bolognának van. Egyrészt azért, mert ott tartják a labdát, másrészt azért, mert nem mindig tudják feltörni az ellenfelek védelmét, de hát az utóbbi időben az egyébként mezőnyben már korábban egy zseniálisan játszó Zirkzé elkezdte lövöldözni a gólokat is, és ez alaposan megtolta a csapatnak a szekerét. Úgyhogy Marko Arnautović is annyira nem hiányzik már senkinek a Bolognánál. Az Inter játékából se feltétlenül hiányzik nagyon az osztrák támadó. Az Inter ugye, ahogy említettem, a Lációval találkozik majd ebben a fordulóban. A Láció eset az izgalmasabb, mert ha megnézzük, csak pusztán, hogy hol tartózkodnak jelen pillanatban a táblázaton, az a tizedik hely az nagyon csúnyán mutat náluk. Nem vagyunk hozzászokva ennek a csapatnak a történelmében, pláne az újkori történetében, hogy ilyen gyéren kezdjen egy bajnokságot, és hát a játék is azért igencsak köhögős. Hát ennél talán azért feljebb kell lenniük a játékok alapján, csak hát amit a sors adott az elmúlt években helyzetkihasználás és kapus teljesítmények terén, azt mindenütt, hogyha egyszerre kezdeni el elvinni, mint kapus teljesítmény befejezések terén, és nyilván ez annak is köszönhető, hogy olyan játékosok vagy távoztak, mint ugye Szergej Milinkovics-Savic, akik ennek a túl teljesítésnek befejezések terén azért tevékeny részesei voltak, vagy mondjuk hát a teljesítményük meg sem közelíti a korábbiakat, gondolok itt például Ciro Immobilére, akinek a góljai akcióból nagyon-nagyon hiányoznak. Nézzük is meg akkor, bocsánat, Ciro Immobile számait, mert hogy ez nagyon szépen rímel arra, amit Pít is mondott. Ha az utóbbi három szezont nézzük az idejével együtt, akkor azért egyértelműen szigorúan monoton csökkenő az a tendencia, amit mutat az ő hatékonyság. A szerzett gólok tekintetében is, kiharcolt helyzetek tekintetében is, ezek azért alapvetően magukért beszélő számok. Hát nagyon durván visszaesett egyébként. Tehát egyrészt Ciro Immobilének a játékperce is visszaestek, mert mostanában újra az első számú 9-es, de a szezon elején az úgy nézett ki, hogy Tati Castellanos ki fogja szorítani őt a csapatból. És ennek folytatódnia kellene. Igen, ugyanakkor Castellanos sem feltétlen váltott. Van már egy gólja. Ja, igen, de hogy azért nem nagyon sikerült neki befejezni a helyzeteit, pedig azok azért bőven megvoltak. Szerintem ami nagyon aggasztó Immobile kapcsán, azok a lövéseinek a számai. Tehát korábban ez a 3,5 fölött volt. Mérkőzésenként már tavaly is kevesebb volt, de a 2,9 az még egy kifejezetten jó szám. Most, hogy ez visszaesett 1,34-re, és akkor még tetézem a gondot, hogy az hagyján, hogy visszaesett, de még 2 méterrel átlagosan távolabbról is vannak ezek a lövések, tehát hogy kevésszer lő kapura, és azok általában rossz minőségűek is, tehát hogy szerintem nagyon komoly bocsánat, baj van. A játékpercek is csökkenek, nyilván Castellanos esetében kapott egy közvetlen posztrivális, az teljesen egyértelmű, meg hát a másik amellett is nehéz elmenni, ő sem lesz fiatalabb, és ugyan megmutatta Zlatan Ibrahimovic vagy Olivier Giroud az utóbbi években, hogy pláne Olaszországban van még élet a centereknek is, akár 35 felett is, Immobile valószínűleg nem ez a játékos lesz. Igen, amit Szalánál mondtam, hogy nagyon sokszor a tapasztalattal a támadóknál a lövés mennyiség ugyan visszaesik, de hát ez annak is köszönhető, mert jobb helyekről vállalják el ezeket a kísérleteket. Ahogy Dávid is említette, jelenleg Immobile kapcsán nem ez a helyzet, és tényleg az, hogy évről évre esnek vissza ezek a számok, és azért neki voltak sérülése is, akár a közelmúltban is, amik ebben szerepet játszhatnak, és én egyelőre nagyon attól tartok, hogy ez a folyamatos zuhanás, ez azt jelenti, hogy Immobilét utolérte a kor, a teste valószínűleg már nem bírja annyira, és nekem egy szám nagyon beszédes ilyen szempontból, amiben azért a fizikai tulajdonságok, a sebesség, a reakcióidő nagyon fontos, az, hogy a cseleit milyen sikerességgel hajtja végre. És persze Immobile soha nem az a játékos volt, aki végigcselezte a mezőnyt és átrohant volna a pályán, viszont hogyha meghúzta meccsenként egyszer-kétszer, akkor azokat nagyjából egy 40-50% közötti hatékonysággal megcsinálta. Ebben a szezonban ez 16%. Ez szerintem nagyon nagy baj. Az Internél viszont semmiféle bajról nem lehet beszélni gyakorlatilag ebben a szezonban, az Udinéz elleni mérkőzést is viszonylag könnyen sikerült hozni a csapatnak, rengeteg kiváló egyéni teljesítménye, Lautaro Martínez esetében ugye ezen nagyon nem szoktunk meglepődni, de Di Marcót is lehet említeni, Calhanoglu most már ugye az sem újdonság, hogy szintén elfoglalta Marcelo Brozovic korábbi pozícióját a csapatban, és hát ott van Marcus Thuram is, aki meg gyakorlatilag senki nem várta volna azt, hogy egy ilyen játékrendszerben, ilyen két fős támadósorban ilyen hatékony tudjon lenni, de hát több mint jó sikerült az ő beilleszkedése ebbe a csapatba. Hát szégyeljük magunkat.
szerintem, de úgy mindhárman. Mert egy emlékeim szerint egyikünk se rakta fel Markus Thüramot még a nyáron az általunk legjobbnak félt igazolások közül, pedig adta volna. De nem volt az olyan egyértelmű, hát szerintem. Ugye, azért egy nagyon jó Bundesliga játékos, aki gólokat lő, gólpasszokat ad, ingyen tudott megszerezni az Inter, és hát jól látszik, hogy árérték arányban a szériában egészen biztos, de így a top 5 ligákban sem nagyon tudnék jobb igazolást mondani, mint Markus Thüram megszerzése. Az az egyik dolog. A másik, ami azért szerintem nagyon jó az Inter szempontjából, hogy most, ahogy végignézünk a csatárpiacon, hogy mekkora összegeket adnak csapatok, akár még csak nem is befutott, hanem ígéretes tehetségek ellás, például Rasmus Højlund, nekik van már háznál évek óta egy olyan Lautaro Martinez, akit egyébként az Internek az ő anyagi helyzetükben esélyük nem lenne megszerezni, és ez valami olyan szintű minőségi előny egyébként a többi riválishoz képest is, amit nagyon nehéz behozni. Hát sőt, Lautaro Martínezt már csak azért is érdemes megemlíteni, mert folyamatosan az volt vele kapcsolatban a kritika, amióta megérkezett Milánon, hogy jó, lövi a gólokat, de van, hogy hetekre tűnik el, és egyáltalán nem látjuk azt, hogy egyáltalán komoly helyzetet tudnak kidolgozni, vagy egyáltalán belőni a komoly helyzeteit a legfontosabb mérkőzéseken. Ehhez képest, amit idén produkál ebben a naptár évben, annál jobb teljesítményt Inter játékos a 21. században mindössze két alkalommal tudott teljesíteni, és még ugye van hátra egy pár mérkőzés ebből a naptári évből. Úgy tűnik, hogy 11 évente akad ilyen dolog, mert ugye 2001-ben Christian Vierinek volt hasonló szezonja az Interben, vagy hasonló éve, 2012-ben pedig Diego Militónak. Párját ritkítja az, amit Lautaro Martínez csinál, és valóban amit Pete is mond, pontosan azért, mert az ilyen játékosok a legnehezebben előkotorhatók egyáltalán, és pláne a legnehezebben megfizethetők, mint amit Lautaro Martínez produkál most. Az Inter esetében csatárlegendákról beszélünk egyébként, akik nem csak az Inter esetében. Jó, akkor mondjuk a Serie A mezőnyében nézve, ők mindenképpen csatárlegendának számítanak. Valóban ez tűnik el ebben a szezonban eddig, vagy lehet, hogy átcsoportosítja az argentin válogatottra ezeket a helyzet kimaradásokat, de valahogy tényleg az Interben most mindenki szerencsére ezek bemennek ezek a helyzetek, és erről korábban beszéltünk, hogy mennyire lelkis játékos igazából Lautaro Martínez, és vizen jár igazából, és most nagyon-nagyon bemegy neki minden. Szerintem tényleg attól kell meg kicsit félni, hogy mi lesz majd, ha ez megakad. Nem kívánom, hogy megakadjon, és egyelőre semmi nem utal rá, hogy megakad. Hát meg az Inter játéka is olyan, hogy azért ők helyzeteket fognak kreálni Lautaro Martínez számára. Meg azt nyilván el kell mondani ezzel az Interrel kapcsolatban, hogy van egy jó csapata Simone Inzaginak, és lehet, hogy így pár hónappal a Bajnokok Ligája döntő után érdemes egy picit elmélázni azon is, hogy egyrészt lett-e jobb mondjuk ez a csapat azóta, ami tavaly volt, és hogy mennyire volt akkor tényleg az egy fluk és véletlen dolog, hogy ott voltak abban a BL döntőben, sorsolás ide vagy oda. Hát az internet tavaly is nagyon jó volt. Tehát tényleg az, hogy tavasszal a helyzet kihasználások a bajnokságban az valami botrány volt. És most azért ősszel egyelőre elbírta azt is a csapat, hogy Inzaghi azért megint megcsinálta azt, hogy a BL-ben általában főleg a támadókat rengeteget rotálta, de itt azért a csoportkör végén már az egész csapatot volt, hogy teljesen felforgatta, és ez a bajnokságban egyre nem látszolott meg az eredményeken, sőt lehet, hogy jót tett. Persze a BL-ben az, hogy csoport másodikak lettek a Real Sociedad mögött, az nem feltétlenül a legjobb hír, de hát a bajnokságban a teljesítményük alapján teljesen megérdemelten vannak ott, ahol. És még valakit mindenképpen ki kell emelni ebből a csapatból, bár nagyon sokan féltek attól a nyáron az Interről, hogy mi lesz velük Onana nélkül, akit most Manchesterben nem biztos, hogy annyian szeretnek. Hát a helyettese Jan Sommer viszont több mint jól oldja meg egyelőre a pótlását. Nyilván az egész csapatnak az érdeme az, hogy 15 forduló alatt már 10 olyan meccsük is volt, ahol nem kaptak gólt. Magáért beszélő teljesítmény ez a védelem és Sommer részéről is. Nyilván Sommer az egyik legjobb kapus, most ezzel el lehet vitatkozni, most akkor Terracciano, Di Gregorio, vagy ő nyújtja a legjobb teljesítmény a szériába. Van, aki szerint, van, aki szerint Sommer, én ezt is alá tudom írni, szerintem ami zseniális, és itt visszatérve Pete-nek a gondolatért, az már ott, ahogy varázsol az anyagi küszködések és a sportszakmai zseniális húzások között, úgyhogy tényleg ez az Inter, ha a kezdőcsapat alkalmas a játékra, nem érzed, hogy gyengébb lenne, sőt, talán még erősebb, mint a tavalyi szezonban. Ugye Sommernél az érdekes, hogy jelenleg 84%-os a védési hatékonysága, amikor ezt látjuk egy kapusnál, akkor azért azt lehet érezni, hogy ez nem csak kapus teljesítménye, hanem hogy az egész ligában az Inter kapujára érkezik a legkevesebb lövés, és ezek a lövések ráadásul nem zicselek. Uh-huh. Csak a Juventus az, amelyik alacsonyabb minőségű lövéseket engedi az ellenfeleknek, viszont a Juventus jóval többet. Uh-huh. Mondjuk folyamatosan azért beállnak egy mély blokkba, és távolról érkeznek a kísérletek, Sommer kapujára még ezekből is jóval kevesebb, és persze jól véd, pluszos kapus, de azért itt a csapatszintű védekezés az, ami szerintem igazán kiemelkedő az Internél. Folytassuk Spanyolországban, ahol egy, hát mondhatnám azt is, hogy derbit rendeznek végül is, az Atletik és az Atletico találkoznak majd egymással.
Amit viszont mindenképpen érdemes még megemlíteni a spanyolországi eseményekkel kapcsolatban, Diego Alonso kinevezésén nagyon sokat nevetgéltük már akkor is, amikor megtörtént. Nem csak egyáltalán a kinevezés ténye miatt, hanem azért is, amit ugye aztán... Ahogyan kinevezték. Igen, meg ahogy, amit az elnökség produkáltott utána mindenféle kamerák és mikrofonok társaságában. Hát úgy tűnik, hogy az, amiről akkor beszéltek, bár persze ők azt mondták, hogy nem Diego Alonsoról beszéltek akkor, hanem a csapat második edzőjéről, vagy második csapatának edzőjéről. Hát, hogy nem fogják elvinni a balhét, az egészen biztos, de hogy Diego Alonso meddig marad ezen a kispadon, az egyáltalán nem biztos, vagy biztosan nem lehet róla beszélni. Szerintem nem ússza meg ő sem a kirúgást, ugyanakkor meg továbbra is azt tudom mondani, mint a United, de nem feltétlenül csak Diego Alonso itt a probléma egyébként, hanem itt is a keret összerakás, a keret összetétel. És az az igazság, hogy én egyre kevésbé érzem vonzónak, normális edzőnek a Sevilla kispadját, és nem csak a játékos keretnek a visszaesése miatt, hanem hogy nem igazán engedik, hogy projektként gondolkozzon az edző, mert mindenki, aki azt mondja, hogy jó, én elvállom a Sevillát, de akkor kérek két szezont, három szezont, építsünk fel újra valami nagyot, és mindig azt mondják, most kell elérni. De megint ez van, hogy a Sevillánál ezt látjuk évről évre most már tényleg, hogy szezon közben nyúlnak bele a csapatba, meg változtatnak a kispadon, és nyilván eleve kevés edző van, aki vállalja azt valóban, hogy a szezon közben leüljön egy csapatra, vagy tényleg magára valamit adó edző nem igazán megy bele ilyen dolgokba, és igen, egyébként sem tűnik most már vonzónak ez a Sevilla, bármit is értek el mondjuk az előző szezonban is, mert egyrészt ugye a játékos keret összeállítás az tényleg kukabúvárkodás, olyan hatékonysággal, ami azért most már nem biztos, hogy emlékeztet az utóbbi éveknek a sikeres játékos politikájára, és valóban még csak komoly türelmet sem tapasztalnak a vezetőség részéről. És szerintem itt a Moncsinak valóban az utolsó időszak az, azért tapasztaltunk mellényúlásokat, de Viktor Ortának a munkája szerintem össze sem hasonlítható egyébként az elődjéhez, és itt az edzőkinevezésekre is gondolok, a játékos igazolásokra is gondolok, és miközben Viktor Orta próbálja úgy eladni ezt az egész projektet, mint hogy ez egy nagyon jó biznisz, ez egy nagyon jó működő történet lenne. Hát azért Viktor Ortának a védelmével szerintem érdemes elmondani, hogy nagyon minimális az a mozgástér, ami neki megadatott. Tehát jövő nyáron több olyan szerződés is kifut a Sevilla játékosának, akik sok pénzt keresnek, már nagyon sokat. De már ez az, hogy már kifut, nem az van, hogy értékesítik, hanem kifut. De a bérkereted az csökken, és azt a bérkeretet te fel tudod használni arra, hogy más játékosoknak odaadd azt a pénzt. Ott már szerintem nagyobb lehetőség lesz ezt a csapatot újraépíteni, ezt a szezon túl kell élni, benn kell maradni, aztán majd nyáron meglátjuk, hogy mi lesz. Most kivel, az majd egy jó kérdés. Folytassuk az Atletico-val, amelynek a védelme az előző fordulóban igencsak munkás összeállításba lépett pályára. Hát eleve, hogyha megnézzük ennek a belső hármasnak az átlag élet, nem az átlag életkorát, az összéletkorát, ugye Azpilicuetával, Savicsal és Axel Witsellel, kereken 100 évről beszélünk, és egyébként is oké, persze három védős rendszerben az, hogy ki mihez van szokva, milyen szerepkörökben játszott korábban pályafutása során, Azpilicuetát is azért láttuk benne bőven itt belső védőként játszani, Witsellt is itt az Atletico-ban, még akkor is, hogy egyiknek sem feltétlenül ez volt ugye pályafutások nagy részében az a szerepkör, amiben megszokhattuk őket. Nem ismeretlen a dolog a számukra, de hát azt elmondhatjuk, hogy furcsán mutattak ebben az összeállításban. Ez egy nagyon furcsa mes volt az Almeria elleni találkozó, mert hogy az első 25 perc után azt gondoltam, hogy ez így 6-0 lesz az Atletico Madridnak, és utána így valami szépen elkezdett megváltozni, a második fél időben meg talán szerintem mindenki az izgult, hogy úristen, aki Atleticónak szurkolott, hogy valahogy nyerje meg, valahogy ússzák meg kapott gól nélkül. Itt hogy állt össze itt a védelem, én azt gondolom, hogy most ugye ezt annyi nem titok, hogy ezt szerdán vesszük fel kivételesen ezt az adást, nem tudjuk, hogy milyen felállásban játszanak ugye a Lazio ellen szerdán. Gyanítom, hogy ott a BL csoport elsőség az sokkal fontosabb volt, mint a tök utolsó Almeria ellen, gondolta Simeone, hogy úgyis lehozzák, le is hozták, és ugye megvesz a csoport elsőség a BL-ben, akkor azért komoly ellenfeleket lehet elkerülni. Igen, nem a barcelonai meccs és az ott nyújtott teljesítményre nem volt reakció. Nem, szerintem nem erről szólt egyáltalán. De egyébként csak a védelemmel volt problémája az Atleticónak ezen a meccsen? Mondom, tehát főleg az első 25 percben nagyon jól nézett ki az Atletico, egy csomó labdaszerzésük volt, meg kaptak egy nagyon sok ajándéklabdát, és ezekkel szépen begyalogoltak igazából a kapuig, sőt, még ki is hagytak komoly helyzeteket, meg komoly támadásokat. Volt, hogy nem tudtak végigvinni egyébként ilyen maguk által elbénázott helyzetek miatt, de utána viszont nagyon sok ajándéklabdát adtak és ajándékhelyzetet az ellenfélnek. Arról már nagyon sokat beszéltünk az idén, hogy tényleg egy más Atleticót, más Simeonét látunk, vagy más játék
az ő részéről elővezetni gyakorlatilag az előző világbajnokság utáni időszakban folyamatosan. Ebben Antoine Griezmannnek nyilvánvalóan hatalmas szerepe volt. Arról viszont mi kevesebbet beszéltünk az ő kapcsán, hogy milyen remek az ő játék kapcsolat Álvaro Morátával, aki még abból a szempontból is egy érdekes figura, hogy egyébként nagyon sokat kritizálták az összes csapatánál gyakorlatilag a szurkolók, ahol megfordult, de valahogy azt mindig elmondták vele kapcsolatban, hogy gyakorlatilag bárkit tesznek mellé, sőt, akár kettő, akár három csatáros játékról beszélünk, mindegyik ezt tökéletesen alkalmazkodott, és általában javított a játékos társainak a teljesítményét. Á, most meg a saját teljesítményét is tudja javítani. Megérkeztünk szerintem akkor a csúcsra. Diego Simeonét kérdezték is Morátáról, hát minek köszönhető, hogy ennyire szenzációs idénye van, nem csak sokat kerül helyzetbe, hogy az egész spanyol bajnokságban átlagban a negyedik legmagasabb XG értéket ő írja 90 percenként, nem is be is rúgdosta ezeket a helyzeteket, és hát Simeone azt mondta, hogy hát nekem ez semmi közöm. Morata mindent magának köszönhet, ami egyébként valóban részben biztos, hogy igaz, de az, hogy egy Simeone azért folyamatosan egy olyan környezetet tud teremteni számára, ezek a tulajdonságok érvényesülni tudnak, és ez persze biztosan kell, hogy egy olyan játékos van mögötte, mint Antoine Griezmann, az valószínűleg nagyon sokat hozzáteh ahhoz, hogy Morata most már nem feltétlen az a játékos, akinek mások alá kell dolgoznia, hanem ő az, aki alá sokszor dolgozik a csapata. Ha már támadó sor, Memphis Depay egy tökéletes állapotban van most már a hírek szerint. Valóban nem tudjuk még, hogy mi lesz ugye a Bajnokok Ligája mérkőzésen a Lazio ellen, de egyelőre úgy tűnik, hogy azért ezzel együtt is inkább a helyakarjának szavaz bizalmat elő Diego Simeone és nem a holland játékosnak. Részben érteni is lehet azért azt gondolom, hogyha végignézünk az ő számai, mert hogy azok is jól mutatnak ebben a szezonban. Angel Correa esetében szerintem nem csak a támadó számokat érdemes figyelembe venni, hanem a védekezésben nyújtott munkáját, plusz azért, amit hozzátennék, hogy nagyon variálhatóvá válik a csapat, hogyha Angel Correa ott van. Anélkül, hogy cseréhez kellene nyúlni itt a csapaton belül. És láttuk már többször is azt Simeone esetében, hogy úgy, hogy nem nyúl bele a csapatba cserével, a játékrendszeren változtat. Volt, hogy átállt 4-4-2-re. Lehet ebből egy 3-4-2-1 is. Meg lehet akár egy 3-4-1-2 is. És volt, hogy előrébb volt tolva igazából Correa. Correa pedig az a játékos, egy tökéletes rendszerember, aki mindent megtesz a csapatért, iszonyatosan sokat fut, elsősorban a társait hozza a helyzetbe, rengeteg mindent beletesz a védekezésébe, és hogyha a helyzetbe kerül, azokat mostanában be is rúgdassa. Szóval Correa szerintem a legjobb 12. ember, akit vár kiválaszthat, főleg, hogyha egy Simeone stílusú csapatban kaphat szerepet. Az Atletik lesz az ellenfél ezen a hétvégén, majd az Atletico számára, amelynek pedig a legutóbbi mérkőzését elég furcsán nézett ki sajnálatos körülmények miatt, ugye a Granada ellen. 17 perc után félbeszakadt az a találkozó, mert egy néző rosszul lett a nézőtéren, és aztán sajnos életét is veszítette. Hétfőn tudták befejezni ezt a meccset. Nagyon nehéz ezekre a dolgokra bármit mondani, hogy mennyire borítja meg egy játékosnak tényleg akár a mentális állapotát is, meg fizikálisan is, nyilván azért ez egy nagyon furcsa dolog. Elkezdeni egy meccset, aztán bűnegyed óra után félbeszakítani, nem lehet egyszerű azért azt feldolgozni. Nem, ez, szerintem ilyenkor ez egy másik mérkőzés. Ugye ott az első percekben Iñaki Williams fejelt egy gólt, és ott úgy nézett ki a Bilbao, hogy tök jól megy, és akkor történt ez a szívlás ugye Antoniónak a Granadának a 16 éve bérletes szurkolójának. Szerintem alapvetően a gesztus, ahogy meg lett állítva a meccs, hogy fontosabb az emberi élet, mint a bajnoki mérkőzés, én ezt nagyon tudom értékelni. És hogy utána áttették hétfőre, megemlékezés volt, a csapatkapitányok virágot helyeztek el a széknél, az összes játékos nyugodj békében Antonio felirattal érkezett igazából ki a pályára, de ez egy teljesen másik meccs, egy teljesen másik hangulat, ez tulajdonképpen már egészen más volt. Itt is sok helyzete volt a Bilbao-nak, igazából nagyon sok zicsert rontottak el, és azt éreztem, hogy hiányzik a fókusz, és onnan pekjük volt, mert egy Granada beadásból Iñigo Ruiz de Galarreta fejelt egy öngolt, hát, amit ki akart fejelni valószínűleg szögletre, és így lett igazából 1-1. Nehéz ilyenkor leszídni a csapatot szerintem. Az egészen biztos. Sok szempontból volt ez egy nagyon furcsa mérkőzés az Atletik számára, de így is ott vannak ugye az 5. helyen a táblázaton, és ami sokkal fontosabb a számukra, a Real Sociedad előtt jelen pillanatban, amit nagyon furcsa kimondani, eleve, hogyha csak a két csapatnak a játékát is összehasonlítjuk, meg pláne, hogyha az utóbbi évek eredményéről beszélünk a két baszk klub esetében, lehet azt mondani, hogy jelenleg az Atletik lenne a jobbik baszk csapat? Nem. Hát azért ez erős lenne, már csak azért is, mert a Real Sociedad a Bajnok Ligájában is szerepel, és hát ott csoport első lett egy 4-esben, ahol ott volt mellettük az Inter, meg például a Benfica és az Salzburg is, egyik sem egy rossz csapat. Ha csak a mostani számokat
nézzük meg, akkor igen, az Atletico spanyol bajnokságban jobb teljesítmény nyújt, mint a Real Sociedad, mind támadásban, mind pedig védekezésben. Azért az ő letámadásuk Valverde alatt nagyon-nagyon jól működik, szerintem erre a legjobb példa az a Girona elleni meccs, és különösen annak az első fél ideje volt, ahol a labda nélküli játék az elképesztő szervezet volt, egy olyan csapatának ellen tényleg nagyon nehéz folyamatosan reagálni, és ha meg támadásban van két olyan játékosod, mint a két Williams, Sunset, aki folyamatosan érkezik a kapu el, akkor te fogod termelni a helyzeteket. Hát néha ezekkel kellene picit hatékonyabbnak lenniük, de a minőség meg alapvetően szerintem megvan ebben a csapatban, szinte, hogy európai kupaindulást érő helyen végezzen. Mennyire fogják termelni a helyzeteket az Atletico elleni mérkőzésen? Szerintem ezzel nem szokott gond lenni egyébként a helyzetek termelése, és pontosan ezek miatt, amit Pete is mond. Az a kérdés, hogy mennyire fogják berúdosni őket, szerintem ebben volt egyébként mostanában kicsit nagyobb gond, és érdekes, de nem így ki Williams szempontjából. Hát az Atletico Madrid ellen ugye persze picit támadóbb szellemben az Atletico többet tartják a labdát, többet passzolnak, jó, de azért még mindig a védekezés az, ami igazán megalapozza ennek a csapatnak a sikerességét. Ezekben a mutatókban az Atletico Madrid első az egész spanyol bajnokságban, a várható kapott gólokat. Szerintem a Bilbao oda fogja adni a labdát az Atletico Madridnek, és azt mondja, hogy gyertek, és majd szépen szétkontrázzák őket. És főleg a jobb oldalon látok erre inkább. Tehát a Bilbao-nak a jobb oldali támadójáték az lehet nagyon veszélyes az Atletico Madrid baloldali védekezésére. A Bundesligával zárjuk ezt a mai adást, ahol érdekesebbnél érdekesebb meccseket játszanak majd egyébként ezen a hétvégén. A Leverkusen például ugye majd az Eintracht Frankfurttal találkozik, ami az előző fordulóban nagyon komoly meglepetést érte, nem is csak azzal kizárólag, hogy legyőzte a Bayern, hanem azzal is, hogy milyen arányban. Erről is mindjárt fogunk beszélni egy kicsit bővebben. Nekünk magyaroknak nagyon jó volt látni azt, hogy a Hoffenheimben a legutóbbi fordulóban ott volt Szalai Attila, akinek csapata ezen a hétvégén majd a Leipzig otthonába látogat, az is egy igen érdekes mérkőzésnek ígérkezik, és majd nem sokára kicsit bővebben is beszélünk a Bayern és a Stuttgart meccséről. De beszéljünk Szalai Attiláról azért is, mert kezdett, ez már önmagában egy érdekes dolog, azok után, ahogyan indult ez a szezon, meg amennyit nem játszott eddig ebben a szezonban, az is érdekes, hogy milyen poszton kezdett, hiszen ugye balhátvédként foglalkoztatta Pellegrino Matarazzo, az meg különösen érdekes, hogy milyen pozitívan nyilatkoztak róla, nem csak ő, hanem a csapattársak is. Igen, a vízhang egyébként nagyon jó volt Szalai Attila kapcsán, ugyanakkor meg szerintem amiért bekerült a csapatba, vagy amiért fontos volt, azt hiszem nem tudta feltétlen 100%-ig nyújtani. Ugye a Bochum egy ilyen pressingelős csapat, úgyhogy én szerintem emiatt került be a balhátvéd pozíció, mert Szalai Attila jó lábbal tud labdát felcipelni, és a hosszú labdái is általában jók, mert hogy 8-szor próbálkozott hosszú labdával ezen a meccsen, és egy sem talált embert. Ugye, tehát én értem a logikát, hogy miért lett behelyezve a balhátvéd posztra, és a védekezés tekintetében szerintem jól is meg is oldott mindent, csak a támadáshoz való építések miatt, meg én azt látom, hogy az nem feltétlen volt tökéletes. Én magát ezt a Bochum elleni meccset sajnos nem láttam, de nekem az nagyon jól esett, hogy egy magyar játékosról, aki topligában játszik, és láttuk, hogy nem kap rendszeresen játék lehetőséget, sőt, sokáig szinte semmilyen játék lehetőséget nem kapott. Ilyen elismeréssel beszél az edző, és hogy ilyen a mentalitása, hogy bármi is történjék, a 100%-ot pakolja bele. Szerintem, hogyha valaki nem is a legtehetségesebb akár a maga posztján, vagy akár a saját csapatán belül, hogyha egy edző azt látja, hogy minden meccsre 100%-kal készül, az mindig egy olyan plusz, ami ott fog mozogni az ő fejében, hogyha egy fontos meccs jön, és mondjuk kérdés van, hogy ki játszon két játékos közül, akkor lehet, hogy ezt a játékos fogja inkább berakni a kezdőbe. Tisztára, mint Calvin Phillips esetében például a Guardiola. Ja nem, bocsánat. Folytassuk a Bayern München és a VfB Stuttgart mérkőzésével. Ritkán szoktunk egymást követő adásokban ugyanazzal a csapattal foglalkozni, de azt hiszem, hogy a Bayern esette most ezen a Frankfurt elleni mérkőzésen nagyon adja magát. Már csak azért is, mert tényleg a vereség aránya is egészen különleges. Igaz, Pete már említette, hogy ezt a bizonyos közönség találkozott. Mi pont mikor ez kezdődött, akkor vettük észre egyáltalán az eredményét ennek a mérkőzésnek, és aztán gyorsan nézegettük ott a statisztikákat, és azért már abból is eléggé látszott, hogy oké, igen, ez egy nagy arányú vereség volt, nem biztos, hogy feltétlenül reális volt azért az a végeredmény. Biztos, hogy nem volt reális, mert a kialakított helyzetek minőségében azért jóval közelebb állt egymáshoz a két csapat, viszont ilyenkor azért bele lehet esni abba a hibába, hogy valaki csak ránéz egy meccsen a nyerszámokra, és akkor abból von le következtetést. Ez pici mintán az mindig egy hiba, tehát egy meccset az soha ne elemezzetek úgy, hogy nem láttok belőle egy percet sem, vagy csak az összefoglalót meg a statisztikákat. És konkrétan a Bayern Münchennek az első 25 percben egyetlen kapulölövési kísérlete volt. Tehát addig teljesen kikapcsolta őket a Frankfurt, és nagyon érdekes volt, amit a
a meccs után nyilatkozott Thomas Tuchel. Hát érdekes, izgalmas vagy furcsa, tehát ilyet ritkán hallasz edzőtől. Igen, hogy ő azt mondta, hogy a meccs előtt közvetlenül túl sok információt raktak a játékosoknak a fejébe, mert ők végig úgy készültek, hogy a Frankfurt 4 védővel fog játszani. Viszont amikor meglátták az összeállításokat, abból úgy látták, hogy lehet, hogy ebből mégis egy 5-védős felállás lesz, aztán kimentek a mérkőzés, és valóban 4-4-2-t védekezett a Frankfurt, és igazából támadási építéskor álltak át sokszor csak 3 védőre. Nem tudom azt, meg nem látok bele a játékosok fejébe, hogy ez mennyire keltett zavart. Például építkezésben nekem voltak olyan jelek a Bayern Münchennél, szemmel látható gesztusok, például Joshua Kimmich részéről, aki egyedüli hatost játszott, szerintem egy Goretzka is nagyon magasan helyezkedett, és a védőknek, főleg Kimnek mutogatta folyamatosan, hogy de hát van területed, lépjél fel a labdával, mert ugye nem 3 támadóval védekezett a Frankfurt, hanem csak 2-vel, tehát fel tudott volna lépni a labdával, és ezt Kim nem nagyon tette meg. A második fél évben meg ugye az érdekesség megtörtént, hogy Upamecano az egyik gólt megindult így a labdával, majd pedig elveszítette. Csak ugye itt az okozatot, hogy mi miért van, miért nem kezdtek el fejlődni, ezek azok a dolgok, amiket mi nem tudunk, mert nem voltunk ott az öltöző, hogy milyen utasítások hangzottak el, és mire készültek már fejben a játékosok a mérkőzés elejétől kezdve. Ami még nagyon fájó lehetett a Bayern számára, hogy megsérült Serge Gnabry. Beszéltünk arról, hogy persze ez a poszt mondjuk a Bayernnél eléggé telített, és vannak bőven használható opciói Thomas Tuchelnek ezeken a posztokon, de azért így is fáj a dolog, azt mondom, hogy pláne egy ilyen rutinos játékos dől ki. Hát az az egyik, a másik meg, hogy Mazraouit ugye a fél időben le kellett cserélni a Manchester United ellen. Amúgy ezért sem értem, hogy miért kell kiküldeni a legjobb csapatodat a Manchester United ellen, amikor neked teljesen tét nélkül ez a találkozó. Maximum prestige szempontjából érdekes, hát hogy visszavágunk 99-ért. Nagyon jó, de oké, csak hogy elveszítetted az egyetlen jobb hátvédelet, és ki tudja mennyi időre. Igen, Gnabry is megsérül, de ő azért kevésbé fontos játékos ebben a szezonban. Ugye vannak egyes hangok, ami szerint a nyáron valószínűleg távozni is fog. Itt ugye Christoph Freund nyilatkozott egy érdekeset, ahol megkérdezték, hogy na és akkor lehet számítani itt a télen erősítésekre? És azt mondta, hogy nem fogunk unatkozni. Tehát, hogy szerintem ez az, ha valahol érdemes a téli ablakot figyelni, azt mondom, az pont a Bayern München, és pont ezek miatt. Hát már igazoltak is egy játékost, nyáron érkezik, de hát már beindult a biznisz. Ez egy izgalmas történet egyébként Brian Zaragoza, nem tudom, hogy számítottatok volna egyáltalán arra, hogy ő ide, tehát nyilván a személye is érdekes, mert pláne, hogy a Bayernhez igazolt. Mindenképpen érdekes, tehát nagyon jól kezdte a szezont, egy kicsit túl is rúgta igazából a számait, de az, hogy kapott lehetőséget a skótok ellen a spanyol válogatottban, meg amilyen jól teljesített a Granadában, azért predesztinálta azt, hogy ebből a srácból feljebb fog mindenképpen kerülni. Hogy rögtön a legmagasabb polcra, én ezt nem vártam egyébként. Hát ezt én sem vártam, de azért érezhető, hogy Christopher Freund megérkezésével valószínűleg nagyobb hangsúly lesz a Bayern München az ilyen bargain igazolásokra, tehát akik kevés pénzért, minimális kockázattal, de akár nagy potenciál érkeznek, és azért ebben van kockázat. Van kockázat bőven, de ugyanakkor meg üzleti szempontból 14 millió eurót kifizetni a Granadának óriási biznisz, a Zaragozának a fizetés növekedése óriási, a szempontjából, viszont a Bayern szempontjából ez nem egy olyan nagy kockázat. És hogyha azt nézzük, hogy... Vagy a Bayern szempontja nem akkora tétel, mondjuk azt mondja, hogy attól még kockázat az van benne, persze. Világos, de mégiscsak egy olyan típusú játékos érkezik, aki bepasszintható egyébként a Bayernnek a stílusába. Egy alacsony termetű, nagyon nagy munkabírású, gyors játékos, képes selezni, jó döntéseket hoz a kapu előtt. A kérdésem egy... Ha nincs területe, akkor is meg tudja hozni ezeket a számokat? Számomra ez az egyetlen egy dolog, ahol elbukhat ez a biznisz. Nekem Zaragoza szempontjából azért az nagyon intője, hogy most nem egy 18 éves játékosról beszélünk, aki berobbant és így lehet csiszolgatni. Ez egy 22 éves játékos. Tehát azért most már azért kezdenie kell elérni a csúcs potenciáját szélsőként 24 éves kora körül, de talán már most ott tart. És azért a játékát elnézés, persze ez függ attól is, hogy hol játszik, milyen rendszerben, milyen minőségű csapattársakkal, azért ő egy dolgot tud nagyon-nagyon-nagyon-nagyon cselezni. És azért az durva, hogy gyakorlatilag, amikor hozzá kell a labda arányaiban, labdaérintéséről összehasonlítva, hogy hányszor kezd bele cselezésbe, a labdaérintésének 20%-a
az csel, de lábvezetés. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag neki ebből áll a játékos, nekem az igazából abból érdekes, hogy ahhoz képest viszont olyan sok végtermék ebből nincsen. Magának harcol kilövéseket, de összességében kevés kulcspaszt ad ki. Ahhoz, hogy egy Bayern Münchenben te érvényesülni tudj, ahhoz szerintem egy jóval szélesebb repertoár kell, és nekem az a kérdés, hogy ezt ő el tudja-e sajátítani méghozzá nagyon hamar. Ha már a végtermék viszont szóba került, ott van a tulajdon Szero Girassi, aki nem sokkal többért válthatna klubot, ugye a hírek szerint, akármer itt a téli átigazolási időszakban, hiszen így került megkötésre az ő szerződése. Hát az egészen biztos, hogy sem ők, sem a Stuttgart nem számított arra, hogy ennyire robban majd ebben a szezonban. Az ő hatékonyság az ellenfele kapuja előtt most már úgy tűnik, hogy tökéletes állapotban van, most már volt ugye a visszatérése óta akcióból is gólja, a kupa mérkőzésen nem csak 11-esből, az nem kérdés, hogy ennek a Stuttgartnak ebben a szezonban a legérdekesebb játékos a Szero Girassi. Igen, itt a 17,5 millió eurói világ vásárlási ára, ami valóban nem tűnik soknak. De azért tegyük hozzá, hogy Girassi nem úgy 22 éves, hanem 27. Tehát, hogy neki az utolsó komoly csapatváltása jöhet el, vagy az utolsó komoly szerződés aláírása fog következni, és azért Girassitól nem várhatjuk el azt, hogy ő egy ilyen 30 gólos csatár. Még szerintem az sem biztos, hogy egy plusz 20 gólos csatár lesz. Hát ez az minden hogy szezon. Az mekkora kockázat, most a Zaragoza egy egészen más történet, de hogyha te most megveszel egy ilyen játékost, a tényleg a fene tudja, hogy most egy kiugró szezonja volt, van, vagy innen kezdve, akkor ezt majd fogja tudni hozni. Ezzel kapcsolatban semmiféle biztos dolgot nem tudsz. Szerintem tavaly sem volt rossz a Stuttgartban, de közel sem volt ennyire jó. Tehát, ha megnézzük, hogy milyen minőségű helyzeteket termel tavaly átlagosan, és azokat hogyan rugdosta be, akkor nyilván a berugdosás szempontjából sokkal feljebb jár. Egy picit jobb minőségű helyzetekbe kerül ebben a szezonban, de azért olyan ugrásszerűen minőségjavulást nem látunk nagyon nagy tekintetben, csak mindent berúg ténylegesen. Mindent berúg, de ugye a Stuttgart az előző szezonban sem volt annyira rossz csapat, mint amit a végső eredmények mutattak, hogy a végén kellett ott bebiztosítani a továbbjutást. Itt a XG különbségük alapján ez egy jó középcsapat volt. Uh-huh. És így leült a kispadra a szezon végén Sebastian Hoeneß, akiről meg tudtuk, hogy nagyjából milyen játékstílust akar megvalósítani, mert láttuk a Hoffenheimnél, hogy egyébként az tud működni, és működött is egy nagyjából fél szezonon keresztül. Innen is várok mindenkit azóta is a Sebastian Hoeneß fanklubban, szerintem azóta már többen vagyunk. Már te is vagytok. Már akár vagyunk annyian is, de ebben a szezonban játékban olyan szinten lépett előre a Stuttgart, hogy egyszerűen ipari mennyiségben tudják termelni a helyzeteket. És Girassinál is az volt, hogy korábban is ő jól került helyzetbe, csak az összes korábbi csapatában igazából ő nagyon kevés játékpercet kapott. És ez a piacon ez egy kockázat, mert egy 27 éves játékos, és nem tudod eldönteni, hogy most az-e az igaz, hogy ő korábban csak azért nem lőtt folyamatosan gólokat, mert nem játszották, vagy nem jó rendszerben játszották, vagy azért lő csak folyamatosan gólokat, mert egy olyan jól működő csapat van köré felépítve, ami folyamatosan termeli a helyzeteket, ipari mennyiségben, akár egy fél idő alatt is, láttuk a Leverkusen ellen, ő pedig igazából ennek a haszonélvezője, és még minden is bemegy neki. Szóval azt mondom, hogy egy sztár csapatnak Girassi szerintem nem opció, de egy Stuttgartnál nagyobb, magasabb polcon lévő csapatnak, ahol csatár kell, és nem jelen nagy kockázatot, azt meg kell próbálni, de szerintem ő januárban nem akarja elhagyni ezt a csapatot. Ez a csapat nagyon jó. És ha már szóba került ugye az, hogy milyen helyzeteket dolgoz ki a Stuttgart támadóinak, akkor azért ebből nem csak Girassi tudott profitálni ebben a szezonban, hanem az ő hiányában Dennis Ündav is, akinek szintén egészen remek évada van, 8 találatnál jár már a bajnokságban ebben a szezonban, és Julian Nagelsmann is felfigyelt már rá. Az izgalmas kérdés, hogy ők ketten szerepelhetnek és tudnak eredményesen szerepelni együtt a pályán. Azért volt már példa, hogy egyszerre játszottak egyébként, és egyáltalán nem lehetett azt érezni, hogy a Stuttgartnak visszaesett volna, mondjuk akár a védekezésnek a kárára ment volna ez a történet, hanem szépen ki tudták egymást egészíteni. Láttam Girassi gólpasszt Undavnak, Undav is adott gólpasszt Girassinak, szerintem ez tud egyszerre egyébként működni, a Stuttgart pedig milyen jó, hogy nem, hogyha megsérül Girassi, akkor Undav szórja el a gólokat. A Stuttgart most azért elkezdte főleg építkezésben ezt a picit brightoni modellt játszani, ugye a támadó harmad... Rálépnek a védőik a labdára. Igen, de támadó harmadban mindig egy picit máshogy néznek, mert sokszor nagyon közel is helyezkednek egymáshoz a játékosok, de a labda kihazatalkor, igen, mikor például Nübel rálép a labdára és húzza magára a nyomást, akkor nagyon sokszor ezt a 4-2-4-es szerkezetet veszik fel, és Undav és Girassi helyezkedik középen, és mozognak vissza a labda irányába, és ezért ez Undavnak ugyebár nem egy ismeretlen történet, hogy
így az előző szezon teljes egészében a Brightonnál töltötte. Ott annyira szerintem ebben nem nézett ki jól mezőnyben. Szerintem az picit így sutácska, viszont az egész pályafutása során neki az volt a nagy erőség, hogy na ő viszont kegyetlen módon hatékonyan került helyzetbe, és gólokat is rengeteget lőtt, és hát itt a Bundesligában végignézzük azokat a csatárokat, akik a leghatékonyabban kerülnek helyzetbe. Első hely Girassi, második hely Denis Zundev. És hát ha már ilyen hatékonyság, ugye nagyon nehéz abból a szempontból a Stuttgartnak a helyzet, hogy az előző fordulóban találkoztak a Bayern Leverkusennel, a listavezetővel, most jön rögtön a Bayern. Azon a meccsen az első félidőben 11 kaput eltálló lövése volt a Stuttgartnak, ami egyébként Bundesliga rekord, nem meglepő módon. A második játékrész azért már nem sikerült ilyen jól. Melyiket fogjuk látni szerintetek többet az, majd a Bayern ellen? Helyezzük kontextusban ezt a 11 kaput eltálló lövést, ha mondjuk egy meccsen egy csapatnak van 7 vagy 8 kaput eltalál a lövése, az nagyon jó. Egy meccsen 7-8, az, hogy egy fél idő alatt 11, iszonyatosan az első fél időben közel 3-as várható gól mennyiséget focizott össze a Stuttgart. Valami olyan szintű brutális erődemonstráció volt az egyébként nagyon jó Leverkusennel szemben, ami szerintem megmutatja azt, hogy ebben a csapatban azért igenis van elképzelés és van minőség is. És hogy Hoeneß egyébként ezeket a játékosokat a profiljuk szerint mennyire jól használja, hogy itt például azon a meccsen Enzo Mio kezdett jobb szélen, de hát ő nem egy jobb szélső, hanem ő folyamatosan húzódott befelé, és ugye Wagnermann zárkozott fel folyamatosan, és az a csávó, tehát ezzel a magassággal meg testalkattal, hogy valaki ennyire gyors legyen, az szerintem nem normális, és pont a gólnál megmutatta az, hogy egyébként simán lepattan róla bárki, és ezeket nagyon jól használja ki Hoeneß, és én nem lennék meglepődve, hogyha a Bayernnál is lenne olyan szakasza a mérkőzésnek, amikor a Stuttgart ezt meg tudja mutatni. Azt még egyelőre nem tudjuk megmondani, hogy ezen a mérkőzésen Girassiék hány gólt fognak szerezni, de az egy sokkal izgalmasabb kérdés, hogy meg tudjuk-e mondani, hogy Ciro Immobilének hány gólja lesz majd a szezon végeztével, mert hogy ez az e-heti kérdésünk, hogy ez most a hét kérdése, természetesen ezzel kapcsolatban a ti véleményetekre is kíváncsiak vagyunk. Én azt mondom, hogy most tart jelen pillanatban 4 gólnál, Immobile szezon végére ez lehet akár 11 is. 11, én ide fölírtam magamnak egy számot, én a 10-et írtam föl. Nézzek csak, hogy nem alád akarok. Tavaly 12 volt egyébként. Hanem, igen, én 10-et írtam föl. De Pete elővette a számológépét, a matek tudását, és kiszámolt valamit. Ez azért nagyon nagy matek tudás nem kellett. Megnéztem, hogy még hány mérkőzés van hátra a szériából. Megnéztem, hogy 90 perces átlagban mennyi Ciro Immobilének a várható gól mennyisége, és én feltételeztem azt, és ugye itt bukhat el a dolog, hogy ha Ciro Immobile minden hátralévő mérkőzésnek minden egyes percét a pályán tölteni, akkor mennyi várható góllal fejezné be az idény hátralévő részét 11-esek nélkül. Erre kijött egy 3,91. Mm-hmm. Tehát, hogy még 4 gólt kellene lőnie. Nem tudom, hogy végig fog-e játszani minden meccset, úgy tűnik, hogy nem. De hogy hány 11-es kap a Stuttgart, ha ott van Immobile, akkor az a Stuttgart, a Lazio, ha ott van Immobile, akkor ő fogja ezeket elvégezni. Úgyhogy én ez alapján mondok egy 10-et. Te is 10-et mondasz? Na, tessék, szuper. Akkor... ez ki se kellett számolni. Na, hiába. Természetesen arra is kíváncsiak vagyunk, hogy ti mit gondoltok erről a kérdésről, írjátok meg, hogy szerintetek hány gólja lesz Ciro Immobilének majd a szezon végeztével, és már említettük, hogy várunk titeket különleges tartalmakkal majd itt még a hétvége folyamán a csatornánkon, lesz ugye a Sipsz után is majd a Liverpool és a United mérkőzését követően, sőt lesz esélyesök top 10 is majd, amiben egy érdekes témát feszegetünk majd, 10 olyan edzőt hozunk nektek, akik szerintünk nagyot fordítottak a pályafutásokon, vagy inkább fogalmazunk úgy, hogy egy komoly blama, komoly hullámvölgy után sikerült azért még megmenteniük a saját pályafutásukat, azt hiszem, ez tényleg egy egészen érdekes témának ígérkezik. Ennyi lettünk volna mára, köszi, hogy itt voltatok és megnéztétek a videót, tudjátok, ha tetszett, tessék szépen rányomni a like-ra, és ne feledkezzetek el feliratkozni a csatornáról sem, már csak azért sem, hogy ezekről a videókról sem maradjatok le, amelyeket itt az előbb említettem. Köszi, hogy itt voltatok. Sziasztok!